Köszöntöm nézőinket, önök a Nagyítást látják a Pécs TV csatornáján. Mai vendégem 1950-ben született Pécsett, klarinét tanárként szerzett diplomát, majd a Pécsi Nemzeti Színház és a Filharmónia zenekarában működött, közben mellékfoglalkozásban zeneiskolákban tanított. A klasszikus zene mellett más népzenei és könnyűzenei produkciókban is szerepelt. 1980-tól érdeklődése mindinkább az őstörténet és a népzene kutatás felé fordult. 93-tól e tárgyban gyakran tartott előadásokat, rendszeresen publikált, munkái Erdélyben, Csehországban, Ausztráliában is megjelentek. Nemzetközi konferenciák szereplője, nem ritkán szervezője volt. Az Ifjúsági Házban hosszú éveken át futott ismeretterjesztő sorozata Fejezetek a magyarság őstörténetéből címmel. Futott, de most úgy látszik nem fut tovább, és nem érdeklődés hiány. Csajági György lesz a vendégem. Tartsanak velünk! Köszöntöm a stúdióban Csajági György, zenetanár, népzenekutató, történész. Gyuri bátyám, köszönöm, hogy eljöttél hozzá. Jó estét kívánok, szervusz Tibor. Hát mi volt ez, amit hallottunk, és mit játszottál? Oh, hát ez egy nagyon érdekes hangszer, elég ritkán hallható Magyarországon. Ez egy oszmán-török zurna. Tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy a magyar tárogató egyik előtt hangszere, de ez nem azt jelenti, hogy ebből fejlődött volna ki ugye a mai modern tárogató, hanem sokféle keleti hangszerből, ami hasonló. Tehát ugye Kínában, Közép-Ázsiában, Kaukázusban és millió helyen előfordul ennek a legkülönbözőbb változata, kisebb, nagyobb. Egyébként ez hadi hangszerként is, valószínűleg kultikus hangszerként is használták, épp úgy, mint ahogy nagy valószínűséggel az ős magyarok is használták. Kis, méretéhez képest bitangul hangos. Hát nagyon hangos, éppen ez az, hogy el lehet képzelni, mikor ezt fújtak, tudom én 100-150 ilyen janicsár zenész mondjuk, akik kifejezetten erre a célra voltak kiképezve, és hát megfelelő ütőhangszer kísérettel, tehát ugye davulok és cintányérok kíséretében irtózatos ricsajt lehetett. Tehát ugye most ugye a várvédők lepotyogtak a falról, iszonyatos hangja van, tehát hát az persze a különféle használati alkalmaknak megfelelően a hangszer, ahogy fejlődött, különféle alkalmakkor más-más hangigénnyel és más méretekben fordul elő. Tehát ez egy egészen változó hang. Itt tulajdonképpen ez egy szélsőséges változata, a legélesebb hangú változata ennek hát a hangszer. Köszönjük, család. Hogy megmutattad nekünk. Még két hangszert meg fogunk szólaltatni a mai műsorban. De folytassuk azzal, amit a bevezetésben említettem. Ugye mi történt itt? Van egy sikeres sorozat, egy őstörténeti sorozat, színvonaltalannak se lehet különösebben nevezni, rendszeresen forgattunk mi is ezeken az előadásokon. Nem gondolom, hogy elfogyott a téma, valami miatt mégis meg fog ez állni. Most egészen őszinte leszek, tulajdonképpen fogalmam sincs, hogy hol áll ez a dolog. Egy nagyon valószínű, hogy ez a sorozat, előadás sorozat, amely 15 éven keresztül megszakítás nélkül működött, és két konferenciát is szerveztem ebben a tárgykörben, a magyar őstörténet vonatkozásában. Hát ez most megszakadni látszik, pillanatnyilag így néz ki a helyzet, noha az íre még nem került föl a pont, ahogy a volt kollégáim elmondották. Tulajdonképpen én ezeken a tárgyalásokon érthetően nem vettem részt, tehát ebben én nem folytam bele. Az Ifjúsági Házban, ahol ez ugye zajlott, annak a megfelelő emberei, vezetői elmentek és tárgyaltak az új vezetősége, hiszen azt hiszem, hogy itt egy ilyen kulturális összevonás történt. Na most az új vezetőségnek ez nem nagyon szimpatikus, ahogy én látom, legyen az én privát véleményem. De pénzügy is van ebben? Nem nagyon hiszem. Megmondom őszintén, nem nagyon hiszem. Egyszerűen nevetséges költségvetése van, egy pár százezer forint, ami egy kisebb kulturális intézménynek is egy, ahogy mondottam, és aláhúzom, nevetséges összeg. Ha megnézzük a 15 évben, én kiket hívtam meg, és hogy a konferenciám, amit megszerveztem, azon kik vettek részt, azt hiszem, hogy nagyon sok kivetnivalót nem lehet találni. Ott legfeljebb egy-két fiatal ember fordult elő, aki talán nem annyira ismert, és esetleg még nincs szakdiplomája, de azt hiszem, hogy az ott lévő középkorú és idősebb urak, hölgyek
bizony ezekhez a kérdésekhez nagyon értenek. Persze itt természetesen több szakmán keresztül, több szemüvegen keresztül ugye boncolgattuk a magyar őstörténet kérdéseit. Én úgy gondolom egyébként, hogy az nem bűn, ha egy nép, egy államalkotó nemzet tudni kívánja, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk. Ez mindenkinek szíve joga. Természetesen épp úgy hát a legkülönböző... Hát mondjuk speciális kötelező. Így van. Hát kérem szépen, akinek nincs ilyen mondjuk őstörténete, mint amilyen nekünk esetleg van a háttérben, ahol még nagyon sok kutatni való van, azok gyártanak maguknak. Láthatjuk. Van ilyen bőven. Igen, tehát sokszor éppen a miénk rovására tegyük. A miénk rovására, ez is teljesen igaz. Szóval én nem tudom, hogy egyrészt miért kérdőjelezték meg, mondom csak pletyka szinten ismerem az én hozzáértésemet, másfelől meg nem értem, hogy ennek miért kell vége lenni, de én tudomásul veszem, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz. Hát ne temessük el ezt a dolgot. Ne, hát állítólag még nincs fönt az ínapont. Jó, hát egy kicsit vidámabb témával folytassuk. Nézegessünk fényképeket, hiszen azért invitáltalak ebbe a műsorba. Az első fénykép a szüleid körében ábrázol, egy nagyon aranyos kis, hát itt még csecsemő leszel ezen a képen. Igen. Mesélj picit a szüleidről. Igen. Honnan ez a zenei érdeklődés és az őstörténet érdeklődés? Ez érdekes dolog. Hát ebben a picike időben, ami rendelkezésünkre áll, nagyon nehéz ezt kifejteni. Tulajdonképpen az én családomban két olyanák találkozik, ahonnan egyfelől ugye a zenei érdeklődésem és talán adottságaim, másfelől pedig egy kicsikét más, talán a történettudomány felé való orientálódás származik. Nos, édesapám révén az ország egyik legrégibb köznemesi családjából származom, az Árpád korból vannak már feljegyzések a családról. Én magam is sokat foglalkoztam vele genealógiai kutatásokkal, de hát ez meglehetősen pénzigényes dolog ide-oda utazgatni, aztán úgy abba marad, de ami a lényeges dolog volt, az természetesen sikerült kikutatni. No most, ez az egyik dolog, és hát mindig is érdekelt engem a történettudomány, és valahogy ez a muzsikával úgy párhuzamosan futott, bár volt idő, amikor egyik dominált, mikor a másik. Mostanság is valahogy így vagyok vele, hiszen zenét tanítok, ez a foglalkozásom pillanatnyilag is, és ugye összehasonlító zenei, népzenei vizsgálatokat végzek, konferenciákon vagyok, és így tovább. De másfelől meg hát ugye sok minden olyan dolog van, ami összekapcsolja. Tehát egyébként az őstörténet kutatásban a zene nagyon-nagyon nagy szerepet játszik, hiszen a zene nagyon fontos, az is tulajdonképpen egy nyelv, egy kommunikatív eszköz, ami nagyon fontos, hiszen itt Európában a magyar népzene ősi rétegei tulajdonképpen hát egészen unikálisak, más népnek ilyen nincs. Na hát itt egy még régebbi fényképet látunk itt, valamelyik nagy szüléd? Igen. A bal oldalt látjuk ezt a fiatal embert, aki akkor 18 éves, 1892-ben született, Márton György nagyapámról van szó, aki a színház első klarinétosaként ment nyugdíjba valamikor az 50-es években. Egyébként katonazenész volt, hiszen akkor a zenei képzés nem ilyen intézményekben folyt, mint manapság, hanem a katonazenekarokban. Na most, ami itt érdekes, tehát a zenei mondjuk hát képességem talán innét származik a családnak ebből az ágából. Nem a nagyapám kezdte ezt. Tudnilik, az ő apja és a nagyapja az elmondások szerint az első, aki ezen a klarinét nevű hangszeren játszott, bár itt a nagyapám tárogatót tart a kezében. Az első ilyen Márton ősöm, ő tulajdonképpen azt hiszem, hogy valamikor az 1800-as évek közepe előtt született, és megengedhette magának azt a luxust, tudnilik, komoly földjei voltak, hiszen Magyar Egregyen gazdálkodó parasztemberek voltak, úgy adódott, hogy nekik sok földjük volt. Tehát
meglehetősen jó körülmények között éltek, bár földművelő paraszt emberek voltak a mártonok. Érdekes, hogy ez az Egregy község, ahogy én az elbeszélésekből tudom, mert kétfajta nevű emberekből tevődött össze, a mártonokból és a fórisokból. E nevek arra engednek külön következtetni, hogy itt talán a hódoltság alatt elnéptelenedhetett a falu, és esetleg székelyekkel telepítették újra, mert ezek tipikus székelynevek. Notabene Magyar Egregynek Erdélyben van is egy Egregy nevű testvérközsége, és ott Egregy mellett van egy Máré falva, ha jól tudom, Emit, meg ami Magyar Egregy községünk mellett itt a Mecsekbe, pedig hát ugye egy Máré várva. Ez nem véletlen, érdemes volna ennek is utána járni. No, tehát visszatérve Márton Lipót anyai ősömhöz, valamikor az 1800-as évek közepe előtt, ő megengedhette azt a luxust, hogy a falu jegyzőjével valahonnan Bécsből vagy Pozsonyból, Isten tudja, egy klarinétot, tehát nyilván egy elég primitív változatot hozathatott, akkor még nem voltak sok billentyűs klarinétok, a déd nagyapám számára. Na most Márton Mihály déd nagyapám aztán a földészkedés helyett inkább muzsikált. Tehát ugye alakítottak ilyen zenekart abban az időben, ugye az volt a fölállás, amit egyébként hát ugye tapasztalunk mindenhol, mindenféle etnikumú zenekar esetében. Cimbalom, vonósok, bőgő, és itt talál klarinét, és hát aztán buzsikálgattak, bálokat, lakodalmakat. A nagyapám aztán különösen kiemelkedett ugye később a társaságban, lényegében magától kezdett tanulni klarinétozni, aztán felfedezték, Pozsonyba vitték, és hát kitűnő zenész lett belőle. Volt idő, amikor országos ismertségnek örvendett, és hát valószínűleg innen van a zenei dolog, de hozzáteszem, édesanyám, valamikor ugye kisrác koromban beiratott zeneóvodába, de nem nagyon szerettem én ezt, meg nem tudom, később kísérletezett megint vele, valamikor később általános iskolás koromban, megint csak nem tetszett, megmondom őszintén, a szolfés nem nagyon tetszett. Ez nem gondoltam volna. A szolfés nem igazán. Nem. Már nem a szolfés, hanem hogy nem vonzott a zene, vagy a zene maga vonzott, csak az elméleti rész? Nem, én tulajdonképpen itt van a csavar a dologban, hogy volt egy harmadik ilyen véna is, azt meg a család másik ágától tudnék, ott voltak ilyen vadászó őseim számosan. Uh-huh. Na most az én nagyapám az ugye rendszeresen vadászott, apám is eljárt vele még a 40-es évek elején, és hát aztán én tulajdonképpen ilyen Kittenberger, meg Fekete István, meg Széchenyi Zsigmond, és így tovább. Hát, de sokan voltunk így. Ilyeneken nőttem föl, és elhatároztam, hogy én zoológus leszek. Uh-huh. És aztán ugye kis családi házunk volt, nem is olyan kicsi, egy sarokház, és aztán hát annak az udvarát én telehordtam mindennel. Tehát volt ott ugye vércsefiókát fölneveltem, aztán sündisznótól kezdve, amit el lehet képzelni, a teknősbékáig, egy kiszuperált fürdőkádba, terráriumot rendeztem be gyíkokból. Aztán amikor már kígyókat is kezdtem hazahordani, akkor jó anyám, összevonta a szemöldöki. Azért már kicsikét, igen. Úgyhogy, de én erről nem tettem le, és hát én minden zoológus akartam lenni. És aztán a Nagy Lajosban volt egy ilyen úgynevezett ilyen erdészszak, és bár engem a szőlészborászatra irattak be, hát úgyhogy meglátjuk, mi lesz jelszóval, de nem tudtam oda átpattanni, hogy így mondjam, mert megszüntették ezt a szakot, pedig onnan Sopronba mentem volna. Na most itt aztán szőlészborászaton egy vékony kis legényke voltam én, vékony pénzű gyerek, és hát falusi gyerekek, megtermett erős rácok voltak, hogy mit kellett ott melózni ilyen szőlészborász szakon, hogy így fejezzem ki, meg az tényleg iszonyú. Na hát én aztán, ez nekem nagyon nem tetszett, ott hagytam, és elővettem a nagyapám régi klarinétját, aztán ez ott megszólalt én nekem, nagyapám már nem tudott tanítani, akkor már igen-igen beteg volt, és aztán a zeneiskolába tanultam egy igen rövid ideig, aztán ilyen csodagyerekféleként felfedezve kikötöttem a zeneművészeti szakiskolába, majd elvégeztem a főiskolát, és hát tulajdonképpen aztán én a színházba és a Filharmóniába kezdtem a pályafutásomat. És hát egy házasság is történt, hát igen. Ne menjünk el mellette. Kicsi feleséged, aki a társad is, vagy igen. Mindjárt olyan képeket is mutatunk, hogy kiderüljön, hogy mit értek ez alatt, meg zenésztársad is tulajdonképpen. Hogy ismerkedtetek? Hát gyerek, szépen ugye ez úgy adódott, hogy mi ismertük egymást a főiskoláról, de hát nem különösebben érdeklődtünk egymás iránt. Aztán valahogy egy ilyen külföldi hakni alkalmával, nem is a Bulgáriában, vagy valahol voltunk, akkor úgy jobban megismerkedtünk egymással, és aztán hát ebből az érdeklődésből egy idő múlva házasság lett, és Julianna, aki tényleg hát mindenben a társam, kutatásban is,
és hát a színházban, filharmóniában is kollégák voltunk, meg a tanításban is, tényleg mindvégig mellettem állt, és sokszor nagyon-nagyon önfeláldozó módon, háttérbe szorulva segítette az én kutatásaimat, hiszen ugye a publikálás és mindenféle egyéb kutatómunka azért rémidőigényes. És bizony volt olyan időszak, amikor hát azért őre nagyon sok minden hárult, de vállalta, és ezt itt is szeretném neki megköszönni. Ő is fúj. Igen. Ő a színház szólamvezető első kürtöse volt, akkor, amikor ezt föladva elmentünk tanítani, és hát onnantól kezdve tulajdonképpen ugye a tanári pályán mozgunk mind a ketten, bár én előbb elmentem a színházból, úgy éreztem, hogy nem kapok elég lehetőséget. Fiatal, ambiciózus ember voltam. Persze ebben a műfajban, a művészvilágban, hát közismert az, hogy bizony nem mindig az számít, hogy az ember hogyan fúj, hanem kapcsolatok, helyezkedés, ok, minden nem van abban által, ezt ismerjük. És aztán egy idő után én úgy gondoltam, hogy talán egy kicsit csöndesebb vizekre hajózok. Aztán még koncertezgettem, zeneiskolai tanárként, egyéb, de egyre inkább előtérbe jött a történeti érdeklődés. Aztán ugye családfakutatással foglalkoztam, nem eredménytelenül, és jött az őstörténetkutatás, megismerkedtem kiváló emberekkel, köztük László Gyulával, és tényleg órákig tartana felsorolnám a rengeteg fantasztikus tudású embert, akivel én kapcsolatba kerültem, és akik megtiszteltek azzal, hogy szóba álltak velem, nyilván valamit láttak bennem. És hát aztán jöttek az első publikációk, jöttek az első konferencia meghívások, külföldre és máshova is. Most egyébként az Azerbajdzsánba készülök. És jöttek a gyerekek, mindjárt beszélünk Azerbajdzsánról, ugye két szép fiad van, ha jól tudom. Igen, középen azzal az ott én vagyok, igen, hát egy kicsikét ugye, hogy csak neglizsében. Orfűn van ez a kis házunk, egy ilyen kis faház, egy meglehetősen nagy telekkel. Most már nagyon-nagyon kevés idő van kiárkálni. Uh-huh. Úgyhogy én nem is tudom, és gondban vagyok vele, hogy tulajdonképpen ugye beszéltünk arról, hogy talán el kéne adni, mert egyáltalán nincs kihasználva. Úgyhogy hát nem tudom, hogy mit hoz az idő, de szerettünk ott lenni. Tehát fiatalabb koromban nagyon sok időt töltöttünk Orfűn. A te hivatásod, hogy említetted is, ennyire sok időt elvesz? Rengeteg. Tehát ez egyfajta megszállottság. Az. De hát azt nem lehet csinálni, hogy az ember egyik konferenciára elmegy, másik konferenciára nem megy el. Ugye ez sűrű nem lehet megcsinálni. Szóval akkor azért ebből sértődések támadnak. És hát ott vannak a publikációk. Az ember nem nagyon szeret a kezéből kiadni olyan félszművet, ami félig meddig van megírva. És én meg az a típus vagyok, aki sose vagyok megelégedve magammal. Következésképpen hát nagyon sokszor átírom a dolgokat. Eddig megjelent 5 könyvem, készülőben van még 2-3, és aztán hát még vannak azért egyéb terveim is, amik majd elsősorban a nyugdíjas időben, ami nem olyan sokára fog bekövetkezni akkor. Mert az ember azt hiszi, hogy akkor majd rá fog élni. Igen, igen, igen. Hát én legalábbis azt gondolom, bár mások elmondása szerint valahogy senki sem jön össze, pedig azt hiszi, hogy sok ideje van. Hát majd meglátjuk. Én még nem tudom, mert nem voltam még nyugdíjas. Tanár úr, hoztál még egy hangszert. Igen. Szólaltassuk meg ezt is, hogyha hát ez egy magyar népi furulya, kicsikét más, mint amit én tanítok az iskolában. Ezt azért hoztam el, hogy megmutassak a kutatásaimból néhány olyan távol-keleti dallam párhuzamot, amely a magyar népdalokhoz erősen hasonlít. Tulajdonképpen ez egy nagyon kicsike nép a mai Kína területén, az úgynevezett jugurok, vagy sárga ujgurok. Nem a bőrük színe miatt kapták ezt az elnevezést. Keleten a sárga szín az előkelőség színe. Ez valamikor a hunok egy vezető rétege lehetett. Most nem akarok ebbe belebonyolódni, mert hosszadalmas lenne. Eljátszanék néhány ilyen dallamot. Először egy magyar népdalt, ez közismert, Elmegyek, elmegyek a címe. És most egy jugardallamot.
Hát ez hasonlított kétségkívül. Hát tudnék még párat, de hát nem tulajdonképpen csak az ornamentikája volt más. Igen, a dallambázza az ugyanaz. Így díszítik ezt keleten, hiszen a magyar népzenés egy keleti eredetű dolog, és hát maguk a hangszerek is magukkal hozzák azt a díszítési lehetőséget, amit ugye fölkínál a játékosnak. Tehát ez nagyjából ott is így szó. Kisvártatva a műsor végén majd a klarinétot is, tárogatót is megkérlek, hogy megszólaltasd meg. Még egy ilyen, hát ilyen elméletinek tűnő kérdés, ami igazából nem is az. Ugye hosszú ideig eretneknek számított, aki nem a finnugor eredetet vallotta, pedig azért volt időszak, amikor majdhogy nem az volt a kánon, tehát egy másik fajta. Ugye hol az egyik, hol a másik elmélet erősödik, és ráadásul mindig a politikai kurzusok is megpróbálják ezt meglovagolni. Most 2011-ben mennyire elfogadottak ezek az alternatív elméletek, amiket például te is vallasz, miközben lóháton látunk. Igen. Fotón. Szoktam lovagolni egyébként, tehát főképpen nyaranként. Aztán előfordul, hogy néha egy rendezvény alkalmával, ugye most talán azért vannak ilyen lovas, íjász, meg egyéb, és akkor beöltözöm, és akkor kürtöt fújok, ugye szürke marha tülkéből készült kürtöt. Nagyszerű hangszer. Kérdésedre válaszolva. Igen. Kedves Tibor, hát ez egy súlyos probléma. Először is nincs egyetértés ma sem. Végül is most azért elértem egy olyan szintre, hogy nagyon szerényen bár, de mégiscsak egy diploma birtokában azért talán megengedhetem ezt a luxus magamnak, hogy én is hozzászólhatok. Egy történészi diploma. Így van. Ez egy jeles történészi diploma egyébként. Volt az ugortörök háború. Na most ez a finnugor kérdés, ez lényegében nem olyan nagyon régi dolog. Szóval erre érdemes volna most egy percet talán szánunk. Annyink van. Valamikor az 1700-as évek első harmadában kezdődött ez a dolog, ilyen műkedvelő, német nyelvterületről származó, magukat nyelvésznek mondó, meg az egyetemen néha nyelvészekként említett urak ezek. Ugye hát lehetne említeni néhányat talán közülük, például Schlözert, vagy Fischert, vagy bárkit más, elég seregember ilyen volt, aki ezzel foglalkozott, de ezt nem vették komolyan. Aztán az 1700-as évek második felében jött egy ilyen áttörésféle, ugye 1768-ban Sajnovics János, jezsuita páter és társa Maximilian Hell, aki ugye osztrák területre jött, utaztak Lapföldre, mind a ketten csillagászok voltak. Most ezek egy abféle polihisztor emberek, érdekelte őket a nyelvészet és mi egyéb, de ismétlem csillagvizsgálni mentek oda. Aztán ugye 1770-ben megjelent latinul Sajnovics tollából a Demonstratio Idioma Hungarorum et Laponum Idem Esse című mű latinul. Aztán később persze hát magyarul is. Én ugye nem nagyon tudom. Valaminek a bemutatása, tehát ugye, itt hogy a lap és a magyar... Nyelvi azonosságról van szó, igen. Ami már eleve hívás megállapítás, mert szó sincs róla. Tehát itt tulajdonképpen egy csomó ilyen szavat rokonítanak, a magyar a lap szavat. Kicsikét bárgyú a dolog, annál is inkább, mert Sajnovics kínai nyelvrokonságot is emleget egyben. Azt hiszem, ez még aztán nagyon távol van a laptól, meg a magyartól is, és így tovább. Na, a lényeg, hogy nem igazán, egyre inkább kételkednek László Gyula óta ebben a dologban, meg mások is. Én azt gondolom, hogy külön kell választani. Vannak nyelvi vonatkozások, a finnugorok felé mutató nyelv kapcsolatok, nem vagyok nyelvész, nem szívesen nyilatkozom ebből, ugyan ilyen fajta dolgok vannak a török nyelvek felé is, úgyhogy ez egy kicsikét zavaros. De az biztos, hogy etnikailag és tulajdonképpen kulturálisan nem sok közünk van a finnugorokhoz. És ez nem szégyen, hát Ázsia csodálatos kultúrák szülőhelye, és az, hogy mi a lovas népekhez tartozunk, kérem, ott vannak a történeti források, a mieink, a nyugati különféle feljegyzések, a bizánci feljegyzések, a távol-keleti feljegyzések, a különféle perzsa feljegyzések, és így tovább, azok minket mindig a hunokkal, szkítákkal, avarokkal, türkökkel, stb. Rokonítanak. Hát én azt hiszem, ja, és még van egy nagyon fontos dolog, kedves Tibor, ez tényleg borzasztóan fontos, több millió ember van, talán több 10 millió ember van Ázsiában, aki a magyar rokonának vallja.
Na most ez azért mégiscsak furcsa. Tehát egy különféle nép, ázsiai népeknek a kollektív emlékezetét nem szabad negligálni és figyelmen kívül hagyni. És ott azok tanítják is az iskoláikban. Kösel török népek esetében az iráni népek esetében is, hogy a magyarok nekik rokon. Sok elvaratlan szában, nagyon sok mindent meg kell még vizsgálni, de azt gondolom, hogy emellett nagy tévedés, súlyos tévedés elmenni, és én azt gondolom, hogy a lovas népekhez több közünk van, mint a finnugorokhoz. Itt egy etnogenezis zajlott le, és nem a kisebbségből, hanem a többségből kell levezetni szerintem a magyarság eredetét. És nem vagyok ezzel a véleménnyel egyedül. Így van, tanár úr, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Ha veled beszélgetek, mindig az az érzésem, hogy háromszor egy műsoridő se lenne elég. Nagyon aranyos volt, vagy hogy itt voltál. Ide helyezek az asztalra neked egy ilyen kis kollekciót az eddigi műsorainkból. Azért az asztalra, mert te kis tártatva felállsz, és megszólaltatod ezt a tárogatót. Amíg te ehhez hozzákészülsz, addig én elköszönök. Köszönöm, hogy itt voltál. Nézőinek pedig köszönöm, hogy velünk töltötték ezt a fél órát, nézzenek minket legközelebb is, és hogyha lemaradnának valamiről, tudják, műsoraink ott vannak a Pécs TV honlapján a videótárban is. És ne feledjék, legyenek mindig kíváncsiak, és most tárogató zene.